Úgyhogy ennek most mind vége van. Na hát reménykedjünk, de ez legalább egy jó változás. Viszont... Viszont elbocsánat, csak igen. Mai napon föl kellett mondjak, ezt megosztom önökkel, föl kellett mondjak a Magyar Hírlapnál is. Ja, aha. Igen, mert ugye a Magyar Hírlap meg az Echo egy kézben volt, csak azoknak kedvéért mondjuk, akik nem tudták megvette, ezt a szélességből. Ugye, megvette, az a kör vette meg az Echo TV-t, akinek a érdekeltségi körében van a Magyar Idők, ahova mentek, ugye, amit alapítottak, a Nemzetből eljöttek, és hogy úgy mondjam, találtam egy lófejet az ágyamba, egy szép reggelen, hogy finoman megkértek, hogy akkor most, ha átmennék a Magyar Időkhöz, akkor az nagyon sokat segítene mindenkin, úgyhogy én január 20-ától a Magyar Idők újságírója vagyok. Hát az akkor a Magyar Hírlapnak nem fog nagyon használni. Azt pedig, mondják. Pedig nem volt rossz. Nem. Bár úgy értem, hogy nagyon sok jó újságíró van ott. Hát ez kár. Sajnáltam is, de hát ez van. Na, hát meglátjuk, mondta a vak is, de most ugye, ha visszagondolunk áldásos pályafutásunkra, akkor szerintem te se nagyon gondoltad.